Veretlenül lett bajnok a HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata, az MB3-as bajnokságok közül egyedüliként. Acél Zoltán együttese a szezon során 80 gólt szerzett, és a 38 meccs alatt mindössze 23-at kapott. A középcsoport góllövő listájának élén Hampuk Ádám végzett 23 találattal, második helyen pedig a 21 gólos Kirtner Krisztián zárt. Az utolsó Monor elleni mérkőzés lefújását követően vehette a csapat és a stáb az aranyérmeket és a bajnoki serleget. Ilyen jó szereplésben nem reménykedett senki, illetve bíztunk benne, de nyilván elvárás szinten ezt nem lehetett megfogalmazni. Dobogót céloztunk meg, azt gondoltuk, hogy azért a tavaly játékos keretünk egy kicsit alul teljesítettünk a végeredményhez képest, most érkezett ebben néhány játékos, de tényleg nem sok. Volt, aki sajnos sérülés miatt nem is tudott annyit segíteni, amennyit szerettünk volna, de egy dobogót azért szerettünk volna elérni, és hát hála Istennek, illetve hát köszönhetően azért a sok munkának ez még jobban sikerült, mint vártuk, és tényleg egy csodálatos szezon kerekedett belőle. Ősszel azért még az egy nagyon szoros versenyfutás volt. Tényleg azt gondolom, hogy ami egy nagyon fontos folyamat volt Acél Zoltán érkezésével, hogy az mellett, hogy szakmailag egy rendkívül felkészült ember, visszaadta a játékosoknak az önbizalmát. Tehát, hogy ehhez tényleg nyilván meg kellett alapozni azt a csapatszintű szakmai munkát, illetve az erőllétet, ami erre alapot adhatott, de nagyon fontos volt, hogy a játékosok elkezdték elhinni, hogy több van bennük, mint amit eddig elértek. Tényleg itt most így az évvégi tárgyalásoknál volt játékos, akivel így visszautaltunk, és tényleg még ő is néhány évvel ezelőtt egy mondjuk közepes NB3-os játékosnak skatujázta be magát, és most pedig egy veretlen bajnok csapatnak volt oszlopos tagja, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt szerintem. Kiemelkedő mérkőzések nem voltak, sok nagy csatánk volt, amikből jól jöttünk ki, és tényleg azt gondolom, hogy itt tényleg az egy nagyon pozitív folyamat volt az egész ősz, ahogy abból a tavalyi kicsit bukdácsolásból meg tényleg első helyen tudtunk elmenni térre. Volt azért itt több egyeztetés ősz végén télen, hogy esetleg hogy lehetne keretszinten előrelépni, ugye minimális mozgás volt, tulajdonos úrral ezt tudtuk biztosítani, illetve ezt láttuk járható útnak, hogy ne legyen egy nagy átjáróház télen, hanem inkább tartsuk meg ezt a kohéziót, tartsuk meg a csapategységet, és ezekkel a játékosokkal próbáljunk eredményt elérni. De valóban talán egy kicsit ugye pontszámban elmaradunk, de azért nehéz ezt így szétszedni, szétcincálni. Talán egészében érdemes nézni, amikor egy csapat már megnyerte a bajnokságot, ott már azt a koncentrációt nehéz fenntartani, mi akkor is, hogyha ugyanúgy dolgozott a stáb, ugyanúgy dolgoztak a játékosok, de tudat alatt azért egy 10 pontos, meg 10 pontos előnynél már azért valahogy koncentrációban nem úgy megy fel egy játékos, egy csapat, talán ebből kifolyólag maradtak el eredmények, illetve voltak olyan meccsek, hogy tényleg szétfociztuk az ellenfelet, egy 80-20-as labdabirtoklás volt a javunkra, tényleg csettintett mindenki, aki kint volt, de valahogy az a gól nem gurult be, nem csúszott be, tényleg a gólvonalról vágták ki a labdákat, tehát hogy így azért a dominancia megvolt tavasszal is. Persze voltak nehezebb mérkőzések, de tényleg én azt gondolom, hogy inkább egészében mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyszerűen sikerült szezon volt. Azért egy nézőszám növekedés nyilván azt eredményezett ez a jó szereplés. Ennek talán több lába van. Egyrészt azért Magyarországon tudjuk, hogy egy kicsit úgy a siker mellé mindig könnyebben állnak a nézők, aminek egy része teljesen objektív és érthető. Ha jó a foci, szívesebben kijövök, megnézem, akkor csinálok belőle egy családi programot. Ha valaki, és azért lássuk be, meg valljuk be, mi nagyon tiszteljük ezt a bajnokságot és az ellenfeleinket, de hogyha valaki bekapcsolja a tévét és a Real Madridot meg a Manchester tudja megnézni, akkor egy NB3-as mérkőzés talán annyira nem vonzó, viszont ha elterjed annak a híre, hogy itt jó foci van, egy szerethető csapat, szerethető stábbal, szerethető közeggel, akkor nyilván szívesebben jönnek ki, illetve próbáltunk azért mi nyitni a szurkolók felé, sok kampányt elindítottunk, sok nyereményjátékot próbáltuk akár kezdőrúgással, sok egyébbel bevonni és kivonzani a nézőket, úgyhogy én szerintem ennek a kettőnek lett meg az az eredménye, hogy tényleg ilyen teltház közeli mérkőzéseket rendeztünk az utolsó fordulókba, és nagyon jó hangulat volt, jó volt látni a sok kis gyereket, akik akár az utánpótlásunkból, akár ide az iskolához kötődnek, és kijöttek, és
hozták a szüleiket, barátokat, tehát tényleg azt mondom, hogy egy ilyen nagyon jó feeling volt itt az utolsó néhány hónap, és reméljük, hogy ezt át is tudjuk menteni majd a jövőre. A klub feljutott és vállalja az MB2-es szereplést a 2022-23-as szezonban, azonban új vezetőedzővel kell nekiindulnia a csapatnak, a másodosztálynak. Ugye nyilván adódott egy olyan helyzet, amit nem szerettünk volna és nem terveztünk, hogy új vezetőedző után kell nézni, illetve új stábot kell kialakítani, ez folyamatban van, és azt gondolom, hogy bármelyik nap lehet ennek olyan eredménye, ami bejelentéssel járhat, illetve nyilván a játékos kereten is sokat kell változtatni. Azért itt azt a tizennéhány fős magot, akik ennek a sikernek a legnagyobb letéteményesei voltak a pályán, őket szeretnénk egybetartani, folyamatosak a megegyezések, szerencsére mindenki nyitott, és bennünk gondolkodik, ennek nagyon örülünk, mert ez tényleg évek óta így volt, hogy akit szerettünk volna, hogy maradjon, az maradt, és nem azért, mert itt jobb anyagi kondíciókat kínáltunk, hanem valamiért jól érezték magukat, aminek nagyon örülünk. Úgyhogy ez is egy része, illetve nyilván a klubot is kell építeni, be fog lépni, majd hamarosan lesz ebbe bejelentés egy új sportszakmai igazgató, régi új, annyit is elárulhatok, de tényleg így az irodai szinten, a back office-ban is kell erősítenünk, mert azért ez egy nagyobb apparátust kíván meg, akár mondhatom itt pénzügyi és szervezési oldalról is, úgyhogy ebbe folyamatosan fejlődünk, lépegetünk, most ezeket mindegybe kell húzni arra, hogy a július végi rajtra minden készen álljon, illetve hát június 20-án el kell kezdeni a csapatnak is a felkészülést, úgyhogy így azért sok vonalon kell haladni egyszerre, de hát ez azért egy jó leső munka. Ezek a napok most nem a pihenésről szólnak, de tényleg annak örülök, hogy ez a kihívás így megtalált minket, illetve hogy lehet dolgozni, mert azért ez tényleg egy megtiszteltetés, hogy egy Kozár Michelinnek egy MB2-es szezonra kell készülnie. Azért ez egy nagyon, nagyon emelkedett és ünnepi pillanat volt a Kozár Michelin labdarúgás életében, amikor először egy villanyfényes mérkőzést le tudtunk játszani. Erről a villanyfényről azt kell tudni, hogy az MB2-re is alkalmas lesz, ugye ott azért mások az infrastruktúrális szabályok, de megfelelünk neki, úgyhogy mi továbbra is így készülünk, részben azért, mert azért egy teljesen más jobb hangulata van a mérkőzéseknek, részben nyilván azért a stadion kicsit szerencsétlen fekvése miatt. Ami még nagyon fontos, hogy készül másfél pályányi edzőpályánk, füves edzőpályánk itt a sporttelepen belül. Ebbe azért van egy kis elakadás, azért itt az építőanyag árak azok eléggé elszálltak, abban a korábban elnyert pályázati pénzekben nem férünk bele, ebbe több vonalon kértünk segítséget, vannak is pozitív visszajelzések, illetve most egyelőre még ilyen elvi szintű támogatások, akik mindenki azt mondja, igen, azért a Kozár Michelin labdarúgása akár a jelen, akár a múlt munkájából kifolyólag megérdemli, hogy így tudjon fejlődni, ami azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos, viszont hogyha mondjuk kicsit így följebbről nézem, távolabbról, akkor azt gondolom, hogy ez még mindig nem egy MB2-es infrastruktúra lenne, hanem egy ilyen jó erős MB3-as, és viszont ahhoz a szakmai munkához, amit már megkövetel a mai modern labdarúgás, ahhoz viszont elengedhetetlen. Az elején biztos lesz bennünk egy kis druk, meg visz minket a lendület, és akkor szépen valahova besorolódunk. Tényleg mi is nagyon várjuk, hogy milyen keretet fogunk tudni kialakítani, hogy fog tudni összeállni ez az egész, mert azért legyünk őszinték, azért még egyelőre sok ebbe a bizonytalan pont, de azért azt ne gondolja senki, hogy mi feltett kézzel mennénk, attól függetlenül, hogy azt a tulajdonos úr is elmondta, hogy mi valószínűleg a 20. költségvetéssel fogunk elindulni ebbe a bajnokságba, tehát mint a mesébe így a legkisebb királyfi elindul, és majd megméretteti magát, és meglátjuk, hogy hova ér. Ami viszont, hogy három csapat is lesz Baranyából, az meg egy ilyen kis pikantériát fog adni neki, de hát ebbe talán a legjobban a szurkolók jöhetnek ki, a helyi szurkolók, mert azért lesz sok megyei rangadó, azon kívül is azért sok nagy csapatot el fogunk hozni, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy mindenki izgatottan várja, és tényleg ezt szeretném hangsúlyozni, tehát a 20. költségvetésünk ellenére az senki ne gondolja, hogy mi feltett kézzel, meg úgy állunk bele ebbe, hogy most akkor mi biztos kiesők vagyunk. Tehát én szerintem, és azt szeretném, hogyha mi az a kis pióca lennénk, akit próbáltnak levakarni, lerúgni, nem sikerül, mert ott leszünk végig, és mi harcolunk azért, hogy jövőre is arról beszélgethessünk, hogy második MB2-es szezonunkat kezdhetjük meg.